Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel, szeretettel köszöntök mindenkit a Csicsergő vizitúra megálló helyen. Negyedik alkalommal hirdettük meg az Evezzünk Együtt című közösségi sporteseményünket. Először is köszöntöm a diákjainkat. Sziasztok! Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm körünkben Lehockiné Tímár Irén alpolgármesterasszonyt. Tisztelettel köszöntöm a Magyar Kajakkenu Szövetség elnökségi tagját, Kálmán Tibor urat, az Alsó-Tisza és Körösök régió vezetőjét, képviselőjét, és örülünk, hogy elfogadta meghívásunkat Kepenyes András a Gyulai Tankerületi Központ képviseletében. Először is szeretném megkérni Kálmán Tibor urat, hogy mondja el köszöntőjét az itt megjelenteknek. Jó reggelt, vagy jó napot kívánok mindenkinek, nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Csicsergő vizitúra megálló ponton. Kellő elfogultsággal tudok beszélni a Körösökről, hiszen nagyjából 40 éves múlt köt hozzá, tehát én azt mondom, hogy mindenki nagyon jó helyen van, aki itt van. És a Kajakkenu Szövetségnek is egy alapvető célja az, hogy nem csak olimpiai bajnokokat neveljünk, nem csak világbajnokokat neveljünk, de a Körösök Völgye ebben is az élen jár, hanem minél több emberrel ismertessük meg a vízen járásnak a mindennapjait, minél több emberrel, minél több gyerekkel szerettessük meg a jelen esetben a Körösöket. És ez egy nagyon jó program, amelyre már szégyen szemben most tudok először itt lenni, de most igyekszem majd bepótolni mindent. És nagyon jó szórakozást, kikapcsolódást kívánok mindenkinek, és biztatok mindenkit, hogy ne csak ma járjon a vizen, hanem a mindennapokban is bármelyik egyesületnél jelentkezzen, próbálja ki, milyen az a kajakkenu, milyen az a sárkányhajó, milyen az a szába, bármilyen vízi járműre kapjon föl, és nap mint nap menjen le a Körösökre, mert ennél jobb érzés, ennél jobb feeling nincsen. Tehát jó szórakozást kívánok mindenkinek, és hajrá! Köszönöm szépen Kálmán Tibornak a köszöntött gondolatait, és akkor gyorsan elmondanám, hogy a programunk célja az három pontban jelölhető meg. Az egyik célunk az az, hogy megmutassuk gyerekeinknek a vízről is, hogy milyen csodálatos helyen élünk, és ez a páratlan természeti környezet érték, vigyáznunk kell rá. A második pontnak a lényege így foglalható össze, hogy nagyon jó dolog az, hogyha együtt lehetünk egy ilyen közösségi eseményen, együtt mozoghatunk. És a harmadik pedig az egészséges életvezetésre való felhívásunk. Úgy gondolom, hogy azok lesznek boldog felnőttek, akik egészségesen élnek már gyerekkorukban is, és kialakítjuk bennük az igényt erre. Örülünk, hogy itt vagytok. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. Hajrá Kis Bálint, hajrá Gyoma Endőd! Köszönöm szépen!
Sziasztok! Fordulj, Lilla! Nem kell, fordítsd meg a hajót lapáttal. Meg tudjátok dallal, előre jobban, hátra, meg tudsz fordítani. Halló, figyelem, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit a Csicsergő vízitúra megálló helynél. Örülök, hogy mindannyian visszatértünk. Én bízom benne, hogy mindenki nagyon jól érezte magát, jót evezett, gyönyörűséges időnk van, szeretettel várunk mindenkit egy meleg tejára és bundás kenyérre, amit itt tőlem balra lehet átvenni Jankulás Zsoltitól. Köszönöm szépen a KSI Gyomendőz együttműködését, a Körös Kajak Egyesület közreműködését. Köszönjük szépen a Szent Gellért Gimnázium tanulóinak, pedagógusainak, hogy ismét támogattak bennünket. Köszönjük szépen Gyomendőd város önkormányzatának, hogy a Gyomendődi Kisbálint Iskola Diáksport Egyesületének támogatást biztosít. Köszönöm szépen munkatársaimnak, a szülőknek és a gyerekeknek, hogy velünk töltötték ezt a csodálatos délelőttöt. Mindenkinek jó étvágyat és jó pihenést kívánok. Köszönöm szépen.